Ki az az állat, aki egy régi, évek óta használatlan bútordarabból Knight Rider autó alkatrészt csinál? Most pedig... Eredeti forgatókönyv. Használom, faláírta. De előtte nagy ajándékozás! Én adok nektek, ti adtok nekem, és én adok magamnak. Utóbbi kettőért megyünk most. Mivel pillanatnyilag nincs autóm, az egyik a műhelyben, a másikat meg eladtam. Gondoltam, mekkora nagy ötlet így jönni. Hát nem volt az. Senki nem mondta, hogy ilyen hideg van. 3 fok van! Én kaptam tőletek. Köszönöm szépen! A következőről már volt szó. Ezt én adtam magamnak. Hónapokig tartó várakozás után a posta meghozta Carr alkatrészét. Kezdjük fordított sorrendben. Először a Carr-cucc, aztán az én ajándékom, legvégül nektek jön a friss újság. A múltkori videóban, amikor Carr hangját kerestük, megtaláltam ezt a Scanner Plexit, vagy Scanner lencsét, és ennek tartozékaként, ami most érkezett, az nem más, mint az irigységtől sárga lámpafólia. Így, amint lesz rá időm ezt, ráragasztom erre, és életre kell a gonosz. Ez a cucc egy ajándék nekem a Bad Boy Diecast Custom Garage, tessék csekkolni a csatornát, be fogom linkelni, szóval kicsit magyarosabban Andrástól. András, nagyon szépen köszönöm, most fogom kibontani. Michael Keat! Nagyon szépen köszönöm! Sajnos csak SS vagy LS méret, bár ez engem nem szokott akadályozni. Na, illi! Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Szerintem ide valahova kiteszem majd a falra. Be lesz keretezve meg minden. Hihetetlen. Eddig én örömködtem, most pedig ti jöttök. Souvenir nyélked. After Motor Magazine. Köszönöm a megtekintést, a lájkokat, a hozzászólásokat. Most megnevezett 5 darab állampolgár írja meg az e-mail címét, és én felveszem velük a kapcsolatot, elküldöm az újságokat. Ampervadász 750 kilovolt. Te vagy az első. Norfolgent Újvári Norbert László. Te vagy a második. Ákos Horváth. Harmadik. Krisz 85. Te vagy a negyedik. Marci Gaming 02. Te vagy az ötödik. Most pedig jöjjön, hogy szivatott meg az autóm, még utoljára a műhelybe menetel előtt. A neve Radiátor. Fűtő Radiátor. Hogy is mondtam a múltkor, nem nagy dolog kiszedni, meg 2 csavar. 4 csavar volt, és azért szívtam egy óráig, mert pici a hely, nem lehet hozzáférni, mert útban volt a sok hülye madzagom. Lebontottam a légvezető csatornát, és ott a bűnös. Ez a fűtőradiátor. Az érzés, amikor lemerül a lámpa, nem férsz oda a szerszámmal, és a legutolsó csavart kézzel kell kicsavarozni, és körülbelül 3 menetet kéne kitekerni. Na, az az érzés megfizethetetlen. Minden másra ott a Mastercard. Léci, ne vegyétek észre, hogy BMW szőnyegre csöpögtetek, jó? A tűzfalból is ki kell húzni azt a 2 csövet. Aha! De jó újabb takarítás. Megvagy te mocsok. Csodálod, hogy folyatott? Hát ez egy 40 éves alkatrész. Nem nagyon van értelme forrazgatni, meg javítgatni. $25 az új. Úgyhogy, és tessék. Tökéletes. Remélem egy 35 évet még kibír. És akkor még azt mondják, hogy USA autóhoz nem egyszerű beszerezni az alkatrészt. Hát láttad!
A rácsok hiányoznak. Az én kitemnek mindkét előző orrában, és néha látni az eredetiben is, hogy a ködlámpákat ilyen vízszintes fémlemezek, lökhárító rácsok takarják. Na most az új orban ez nincs benne. Egyikben sem. Mark egyszerűen nem gyárt hozzá rácsokat. A normális ember nyilván elmenne egy vastelepre, és egy 60 cm-szer 2 cm-es laposacélból levágatna magának 4 darabot. Aki normális, az igen. Ülök itt valamelyik nap, szkennelem a környezetet. Ekkor meglátom a szanaszéjjel porosodott 20 éves CD-tartó állvány. Leveszem innen a centit, és megmérem a szélén a két lemez magasság. Íme a bizonyíték, hogy igaz a mondás, ami amúgy szerintem minden háztartásban elhangzik. Ne dobjuk ki, jó lesz még valamire. Lefestettem. Vegyük bele őket a helyükre. A terv az, hogy ezt ide szépen beigazítom. Mindjárt hozom a fényképeket a filmből, hogy hogy is nézett ki ténylegesen. Feljelölöm, kicsit a dőlésszögét be kell állítani. Tudok az USA-ban egy olyan embert, aki úgy csinálta meg, hogy a rácsok dőlésszöge állítható legyen, de az már igazán perverzió. Eredeti forgatókönyv. Hasselló faláírta. Rágó matricáim. Hogy kell kinézni az ajtókárpit? Milyen a váltógomb? Ezen az alsó konzolt, meg a felső konzolt néztem. Valami ilyesmi a terv. Mind a kettő fel van jelölve. Arra kell figyelnem, hogy én ide még akarok egy indexet is, a felső rács, meg a nyílás teteje közé, de így bőven el fog férni. A nyílás másik oldalára muszáj a nagy. A kis gép nem fér el a lökös aljától. Jaj, de félek. Jó lett vagy jó lett? Ha? Beragasztom két komponensűvel, és kész vagyok. Kedves nézőink, a Hogyan készítsünk szemétből kitalkatrész című műsorunkat látták, nyugodalmas jó éjszakát. Találkozunk legközelebb.